Nagy intenzitással edzenek éppen a bátaszéki karatésok. Őket Nagy Ákos készíti fel. A szervezet a közelmúltban több külföldi versenyen is járt, legutóbb a múlt héten Pozsonyban. A kezdők Budapesten mérették meg magukat. A pozsonyi versenyen több mint 39 országból képviseltették magukat különböző csapatok. Négyen kerültek úgy érem közelbe, hogy sajnos a bronzmérkőzést vesztették el, tehát négyen ötödik helyezést értek el, és Hefner Zsófi megnyerte, vagy bocsánat, Hefner Zsófi döntőbe jutott, és a döntőbe is 0-0-ás döntetlennél a bírók az ukrán versenyzőt látták aktívabbnak, ezért Zsófi az ezüstérmes lett, de hát ez egy nagyon nagy szó, mert gyakorlatilag 5 mérkőzést kellett zsinórban nyerni a döntőbe jutásért, és a 6. mérkőzése volt maga a döntő, és elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag nem is verték őt meg, hanem egy döntetlen mérkőzéssel kapott ki a döntőbe. A tavaszi versenyszezon alapozással kezdődött. Decembertől már erőnléti edzésekkel készültek a tanítványok. Ez egy vegyes felkészülés volt, tehát még folyt az erőléti munka mellett a technikai felkészülés, és most már azért elsősorban a technikai, taktikai felkészülésre koncentrálunk. Aztán most, amikor megjövünk Rijekából, akkor majd lesz egy hetünk itt a tavaszi szünet tájékán, amikor megint egy picit visszaalapozunk, visszahozzuk kondicionálisan a srácokat, és április 20-a előtti héten, vagy az április 20-a előtti 10 napban, akkor megint majd a technikai és taktikai dolgokat fogjuk kidomborítani. Az edző elmondta, a versenyzők hétről hétre fejlődnek és tanulnak. Hefner Zsófia pozsonyi ezüstérme rendkívül értékes volt, hiszen így ő a kadettlány mínusz 47 kg-os korosztályos kvalifikáció élére ugrott. Az októberi olaszországi világbajnokságra így nagy esélye van kijutni. Egy órás melegítés után tatamira is léphettem. Az első meccsemen nem én szerezhettem meg az első pontot, de nyugodt maradtam és bíztam magamba. És a döntőbe jutásért egy magyar ellen vívhattam, és döntőbe sajnos egy 0-0 esetnél kiestem. A fiatal tehetség a velencei világbajnoksággal kapcsolatban bizakodó, azonban hangsúlyozta, először a kijutást kell bebiztosítania. Most a kéz a versenyen nagyon jól ment, de alapból a lábon szoktam így erősebb lenni, de most mindenben így gyakorlunk, hogy minden erős legyen. A sportolók Pozsonyban 4 darab 5. helyet is szereztek. A csapat hétvégén Horvátországba, Rijekába utazik.